történet, amelyben a varázsló Cavaliere Cipolla, utazó virtuóz mulattató művész, Sforzatore illuzionista és prestidigitatore, így nevezi magát a plakátokon, néhány rendkívüli titokzatos és elképesztő tünemény szándékozik bemutatni a tekintetes publikumnak. A nézőtér vasacskán megtelik, az állóhelyek is már mind foglaltak. A közönség Torre di Venere benszülött lakósága idevalósi halál. Lám, Mário is itt van. Mário, aki az eszkizító kávéházban a kávénkat hozza. Nyilván ő is látni akarja a varázsot. Hé, Mário! Ügyet se vett rám, észre se vesz bennünket, ő már így szokta Novacsak pincér. Újabb vendégek érkeznek, a Grand Hotel, a Pensione, Eleonora nyaralója, többi üdülő vendégei. Ismerős arcok. Itt jön Signora Angiolieri, csöndes és őszfejű férje oldalán. Angiolieri asszony, ez a kecses toszkánai típusú hölgy és gondosan öltözött férje, Firenzében nagyobb panziót vezetnek külföldiek számára, és csak nyáron és kora ősszel állnak a Torre di Venere fiók intézmény élén. Régebben férjhez menetele előtt Angiolieri asszony Eleonora Duse, társalkodónője, öltöztetőnője, kísérőnője, sőt, barátnője is volt. Ezeket az időket élete nagy boldog korszakának tekinti. Mindenki késő jött, de senki nem késett el. Nem késett el az idős hölgy. Az ezredes. És nem késett el az elegáns úr sem. Ja, igen, bocsánat, végül nem késett el a büszke római sem. Cipolla várat magára. Igen, várat magára, ez a helyes kifejezés. Fokozza a feszültséget fellépése halogatásával. Nem veszük rossz néven ezt a fogást, de mindennek van határa. A jogos türelmetlenség kiválításának barátságos formája ez, mely egyben a kifejezőt kívánó tetszést is jelenti. És végül megjelenik Cavaliere Cipolla és szemügyre veszi a közönség. Robogott be, amelyek egyrészt a közönség iránt való szolgálatkészséget fejezik ki, másrészt azt a látszatot keltik, mint az illető már hosszabb utat tett volna meg ilyen iramban, holott már régóta a kulisszák mögött áll magát. Jó estét! Ki volt ez? Ki beszél? Nos, inába szállt a bátorsággal. Megértél kell, mi? Én voltam be. A maga dolga lett volna, de én udvariasan vagyok. Bráve, bráve, csevete! Hiszed, hogy már régen észrevettelek. Magasfajta fickókat különösképp kedvelem, ezek az én embereim. Nyilván kemény legény vagy. Azt teszel, amit akarsz. Vagy elé fordult már, hogy nem azt tettel, amit akartál? Vagy éppen azt tettel, amit nem akartál? Amit nem te akartál? Rajos, hogy barátod kényelmesebb és mulatságosabb is lenne, nem mindig a kemény legényt játszani. Nem mondani egyszer valamelyikről, vagy az akarásról, vagy a cselekvésről. Jó lenne egy kis munkamegosztás. Szisztémámeli kárd össze? Meg akarnád-e például a díszes és válogatott társaságnak mutatni a nyelvedet? És pedig az egész nyelvedet tenni? Nem akarnám, meg azt hinnék, hogy neveletlen vagyok. Semmi se hinnének szerint, de csak már tenni. Tisztelet, becsület nevelésednek. De véleményem szerint, hogy háromig számolnék, jobbra által csinálsz. És kiöltöd a nyelvedet hosszabbra, mint valahogy is gondoltad, hogy ki tudod öltetni. Ez én voltam, de! Mire véljük a bűvész esnek ezt a visszás megnyitását?
Vajon mi kényszeríthette hirtelen a fiút, hogy felvágott nyelvét a közönség ellen fordítsa? Hölgyeim és uraim! Amint láthattál, kicsi érzékeny vagyok az olyasfajta kiabtatással szemben, mint amelyben ez a szép remény ifjú nyelvésze részesíteni jól hagyta. Önérzetes ember vagyok mindig ezt is számításra. Szeretem udvarias és komoly módon kívánnak nekem jó estét, kevés udvarány, másképp tegyen. Aki nekem jó estét kíván, önmagának is kívánja, mert a publikumnak az esetben lesz jó estét, ha nekem is az van. És így mondva a Torradi Vénerei lányok szeretnénye, nagyon jól tette, hogy nyomban bizonyságot szolgáltatott rá, hogy ma jó estén van, és így mondva az ő jó kívánságáról lemondhatom. Büszkére vallhatom, hogy csak nem minden este jó estén van. Igaz, néha rosszabb is adat, ez ritkaság. Az én hivatásom nehéz. Egészségem nem a legtökéletesebb. Sajnos csekély testi hibában, ami képtelét ez arra, hogy hazánk nagyságáért hívott háborúban részt vegyek. Csak lelkem és szellemem erőivel győzöm le az életet, ami mindig annyit jelent, legyőzni önmagamat. És büszkére vallhatom, hogy sikerült a művelt tagközönség tiszteletét munkámmal felthetek. Miért elnölte ezt a munkát a vezető sajtó is? A karrier lesz helyre! Aj, elismerés, tanúsított, hogy tüleménynek nevezett, és Rómában, egyik ott rendezett estében, megjelent a Duce filére! Nem tartottam szükségesnek, hogy lemondjak új apró kis szokásairól, amelyek bűvelt és előkelő égre és elnézéssel fogadott közönséget. Lemondja túl, hogy olyan viszont, mégiscsak kevés jelentős helységben, mint Torradi Vénerei. Hadd szövesszük! És nem óhajtom eltűrni, hogy egyesek, akiket a női nem kegyei vigyáci kis elkapattak, ezért rendőr utasítsa. Mielőtt tehát megkezdenénk a mulatságot, engedjék meg, hogy kényelembe helyezkedjük. Tuss! Egészen robbantom meg. És Serenita! Feltéve, hogy beleegyeznek néhány szántani feladattal kezdjük programunkat. Szántan? Mi közelnek a bűvész mutatványokhoz? A jeles férfiú úgy látszik hamis cégérrel csalta be a vendégeket, de hogy mi az igazi mesterségét? Szíveskedjék két néző a színpadra fáradni, és nekem egy szántani művelet elnézésében segítségemre lenni. A számítás nem lesz nehéz, kevésbé tehetséges számolók is alkalmasak rá. Ki jelentkezik? Senki. Rendkívül helytelítem, hogy a terem közepén átsorgó urak tételül bámészkodnak, és nem volt annak a szórakozni, hogy a publikum szolgálata lenni. Egy jó, egy egyszer, gyába! Bráva, bráva! Micsoda heroikus termet, egyik daliásabb, mint a másik. És ezek a kezek, mintha csak arra lennének teremtő, hogy teljesítsék a publikum számára kívánt szolgáltat. Fogja meg Krétát, mindjárt fel a számokat, melyeket kiáltani fog. Nem tudok írni. Én sem. Bocsány! Olaszországban! Amelynek nagysága nem fér meg a tudatlansággal és a tégséggel, mindenki tud írni! Rossz tréfa ilyen nemzetközi társak file halatára! Azt pillanatot hangsúlyozni, amely nem csak benneteket raszik le, hanem kiteszi az országot és a kormányt bente mondáknak! Hát arra nivelre, csak ugyan ilyen sötét zubai használat, amelyben a tudomány alapelemei is ismertek. Akkor nagyon rosszul tettem, hogy erre a helyre jöttem, mert tudnom kellett volna, hogy jelentősége egy és más tekintetben alatta marad Rómáinak. Elég! Éppen elég tréfát faragott már Torréra. Mi mindjárt idevalósiak vagyunk, és nem tudjuk, hogy a várost idegenek előtt kigunyolják. Ez a két férfi is barátunk, és ha nem is tudósok, talán jóra valóbb regények, mint más valaki ebben a teremben, aki Rómával kérkedik, noha nem ő volt, aki alapította. És csak a régi ismerős, a legényke, aki nyelvén hagyja a szívét. Eredjetek a helyetek, ő barátok. Egy jába, pécs! Most ezzel a becsület lovagjával gondolom. Conquistò Torreggiano di Vedere.
ezzel a Vénusz toronyűvével, aki kétségkívül édes köszönetre vár őrkét. Tréfáim, beszéljünk komolyan! A szóváltást hallgatni mindig lebilincselő. Egyeseket egyszerűen mulattat, és szinte kár örömmel élvezik, hogy nincsenek érdekelve benne. Másokat viszont nyugtalanság és félelem fog el. És én nagyon is jól megértem őket. Nincs kedved a tréfához, fiam. Meg tudod érteni, hiszen látnivalóan nem jól érzed magad. Bár a nyelved is, amelynek tisztasága cseppet sem kielégítő, gyomor és példarendszered akut zavarára mutat. Nem kéne ilyen állapotban szórakozni önöd, és tudom, magad is abosztál nem tennéd jobban, ha ágyba feküdnél és bebugyolálnád a hasadat. Könnyelműség volt ilyen sokat inni abból a fehér borbólba délután, hiszen rettenetesen savanyú volt. Most aztán itt a kólika. Úgy csikarja a hasonat, hogy legszívesebben meggörbülnél fájdalmadban. Hát egyszer meg, ne szégyel magad. Eféle kólika esetén muszáj meggörbülni. Görbülj meg, mit tettél egyedet? Némi megkönnyebbülés szeresz, ha a test enged a beleg görcses savarodására. Ez a fiú csak ugyan szemben. Rossz helyen címezte a részvékét, uram! Én vagyok az, aki mindezt elszenvedik! Valóban, ahogy a fiú fájdalmában meggörbült, ez rendkívül kifejező, mondhatni színművészi teljesítmény volt. De nem tudom, hogy a terem viselkedése mennyivel írható az emberi tapintatosság javára, és mennyiben alapul a dolgok lényegének tulajdonképpeni meglátásán. Lehetséges, hogy Csipolla magára vállalta a fájdalmat, amely ez a fiú szolgáltatta a siralmas fintorokat. De nem ébreszt részvédet olyas valaki, aki egy másik ember megalázásáért szenved. Tehát végre megkezdhetjük ebben a kedves családias légkörben szemtani játék. 2, 3 és 4 jegyű számokat gyűjtök össze, amit találok. Az elegáns fiatalember fog fejezni a táblára, szíveskedik a táblához fáradni, és feljegyezni a számokat, melyeket kiáltani fog. Elkészültünk? 33. 55. Nem. 54. Ráda. Ebben az évben hódította meg Julius Caesar Britanniát. 54! 1420. 1420. Jézus Mária. 22. 22. 1924. 1922. Szerelem, bevonulás Rómába! Nulla! Ez nem két jegyű szám. Hát akkor 2-0. Szíveskedjék felírni és összeállni! Köszönöm szépen, méltóztassék ellenőrizni a szám azonos! Francia kártyát tartok a kezembe. Ebből a pakliból 3 kártyát elrejtettem. Szíveskedjék 3 kártyát kiválasztani, és elmutatni őket a közönségnek. És... Köszönség visszajelzi a pakliba, köszönöm. Köszönöm.
minden három kártya! Elhatároztam, hogy a saját akaratom szerint választok, és minden nemű befolyásolásnak tudatosan ellenszegülök. Milyen eredmény várható ilyen körülmények között? Ezzel némileg megnehezíti a feladatomat. Az eredmény azonban az ellenszegülése mit sem változtat. Szabadság is valami, ami van. Akarat is valami, ami van. Akarat szabadság azonban nincs. Mert ha az akarat tulajdon szabadságára irányul, az semmiben jó. Ennek szabadságával el húzni vagy nem húzni, de húz. Helyesen fog választani, annál biztosabban menni önállóban szeretne cselekedni. Tessék. Mutassa meg, hogy szerepel az elrejtettek között. Hogy miért végezzünk fél? Látni akarom. Szerelvi. Tessék, parancs. Én magam vetem magam alá, milyen tisztelt közönség óhajában. Teljesítem az egybegyűltek parancsát, a közakaratot. Szíveskedjenek valamit megbeszélni és kijelölni egy tudatos vezetőt, aki testének engedelmes passzivitását megőrizve gondolatait majdan a kijelölt cselekvésre irányítja. Várj! Te franciául, Gyuszi Lózsa! Tükör nincs? Tessék! Az a képesség, hogy túllépjünk önmagunkat, eszközé legyünk, a legteljesebben és legfeltétlenül engedelmeskedjünk, csak forrálja a másiknak, hogy akarjunk és parancsoljunk. Mindkettő egy és ugyanazon képesség. Parancsolás és engedelmességek lényegűek, feloldhatatlan egységet alkot. Engedelmeskedni, azt tud parancsolni is. Egyik gondolata benne foglaltatik a másikban, mint ahogy tömeg és veszély benne foglaltatnak egymásban. De a teljesítmény, a rendkívül ilyen nehéz és idegfeszítő teljesítmény az övé, a vezérlés és rendezői, akiben az akarat engedelmességé, az engedelmesség akarattá lesz, akinek tehát éppen elég nehéz a dolga.
mondanom kell még valamit, tisztán érzem, hogy mit. De azt is tudom, hogy helytelen lenne kimondani. A világ minden kincsén se segítsen nekem, akarata jelással sem. Gondoljon erősen. Pensez très fort. Fogadja el ajándékomat, hódolatom jeléül. Jól láttam, signora, hogy ennél valami különös és jelentékeny dologról van szó. Aki tud látni, az megpillanthatja az ön bájos homloka körül a fénykört, amely, ha nem csalódom, egykor erősebb volt, valami lassan elhalványuló fény. Szóval se ne segíts. Aki ön mellett ül, a férje, uram, ugye már? Ön férje ennek a hölgynek, boldogsága tökéletes. De ebbe a boldogságba emlékek keverednek. Fejedelmi emlékek. A múlt, signora, az ön jelen életében jelentékeny szerepet játszik. Egy királlyal áll összekötetésben. Nem keresztezte egy királyval az élet útját? Nem. Már csak durván is tisztázatlanul beszélek. Nem király, nem fejedelem. De mégis király. Magasabb szférák királya. Egy nagy művész, akinek oldalán egykor ellent akar mondani, nem teheti teljes határozottsággal, csak félig meddig. Egy világhírű nagy művésznő volt az, akinek barátságát zsenge ifjúságában illeszte, és akinek szent emlékezete beárnyékolja és megvilágosítja egész jelen életét. A neve. Szükséges néven neveznem őt, akinek dicsősége régóta hazáéban egy, és vele együtt halhatatlan. Eleonora Duse. Parancsolunk, visszavonulunk. Vajon jól szórakozunk? Csipolla lovag iránt táplált érzelmeink rendkívül vegyesek. Feszültség, izgalom, levertség, aggodalom. A terem különös események, gyanús és veszélyes dolgok színhelyévé vált. Vajon az alá az igézet alá kerültünk, amely ebből az emberből árad, és amely megbénítja elhatározó képességünket? Minden erejével a kincset, amely teljesen az enyém, és éberségét növelje a meggyőződés, hogy vannak hatalmak,
amelyek erősebbek az értelemnél és erénynél, és csak kivételképp párosulnak a lemondás nagy lelkűségével. Megtanítál föl, ha én nem akarom? Akkor is, ha nem akarja. Tessék! Várj! Minek ez a gyötrődés? Szabadságnak hívod ezt az önmagad feletti erőszakot? Lány már mindent tagod. Egyetlen szakelék. Ne balleti! Táncolsz már! Nem is hagyd ezt a belemi élvezet! Ha jól értettem, ami történt, ez az úr harckészségének kizárólag negatív voltán bukott el. Nem akarásból udvázi felkileg élni nem lehet. Valamit nem akarni megtenni, tartósan nem jelent élettartalmat. Valamit nem akarni, és egyáltalán semmit sem akarni, vagyis a parancsoltat mégis megtenni. Túl közel állnak ezek a dolgok egymáshoz, sem hogy a szabadság ne kerülne köztünk kutyaszorítóba. Köszöntem meg róla. A sok munkat. Hogy is hívnak? Csak a keresztnevedre vagyok kíváncsi. Mário. Mário, bellissimo. Klasszikus ókori név. Egyik azoknak, amelyek a haza megszentelt hagyományait őrzik. Ráveszelni! Nesed, Mário, nagyon szép, hogy bejöttél, de ráadásul ilyen szép sánse vartál neked, Kerény. Remekül áll az arcodhoz, és bizonyára sikered lesz vele a lányoknál, a szép toronyi véderei lányoknál. Ezzel az úrfiból nem sokat törődik. Féltékeny nyilván a kedves sikerére a lányoknál.
Hagytál arra, hogy ilyen kellemesen elbeszélgetünk. Idefőd. Nagyon akarja, hogy eszébe jutott a mars csikarását. Mi ez neked? Szóval este szórakozzon, Mário. És nappal egy rövid árizletben szolgálsz fel. Egy kávéházban. Mit nem egy kávéházban? Kamariére csipolás egyszer mellé talált. Tehát kamariére vagy, ohárnak, Ganymedes. Megint egy klasszikus emlék, Sarmiento. De azelőtt egy rövid árizletben szolgáltam fel. Na. Fésüket és keféket árultam. Na, hát ennek mondtam, hogy nem voltál mindig Ganymedes, nem mindig Sarmientával szolgáltál fel. Csipolá mellé is talán bizalomkeltő módon teszi. Mondd csak, fiam, bízol te bennem, fél válasz. Kétségkívül nehezen lehet megnyerni a bizalmadat. Nekem sem egy könnyen sikerül. Zárkózott, szomorú vonást látok az arcodon. A melankólia árnyékát. Valami bánatod van? Nincs úgy. Bánatod van. Csipolát gondolvá tenni. Majd szaláljuk. Valami fehér cseréd. Szerelmi bánatod van? Hoppá! Megnézed a legjobb pillanatot, gazdagod előtte, ha maradsz. Szép dolgokat ígérek neked, megígérek neked, hogy meggyőzlek, nincs okod buslakodni. Az a lány, akit ismersz, és akit mások is ismernek, ez a... Bárcsak, hogy is hívják? Várj. A szemedben olvasom a nevét. A nyelvemen is van már, magad is látom egy perc, és kimondod... Szilvesztra! Mennyi a kottnyeles ember? Mennyi a kottnyeles kakas? Fajtan kukorékolnak, akár tetszik, akár nem. Ajkunkról kapja el a nevet. Az enyémről és a tiédről. És még azt hiszi, hogy Jámbor valami különleges jogot formálhoz el, á! Oda se neki! Hanem ez a Szilvésztra. A te Szilvésztra. Na szólj már! Eresztán a lányi. Valódi kincs. Elszom az ember szíve, ha csak járni, nevetni, vagy lélegzeni is látja. És a gömbölyű karja, amikor mos, közben hátraveti a fejét, kirázza a haját a homlokából, földre szállott angyal. És ez az angyal okoz neked gondot? Helyesen mondva, emiatt csinálsz gondot magadnak? Ez nagy különbség, kedvesem. Súlyosan ad belső komoly különbség, hidd el nekem. A szerelemben adódnak félreértések. Mondhatni sehol sem, hogy gyakoriak a félreértések, mint pont ezen a téren. Azt gondolod most talán, mit ért ez a csipola szerelem, ez a maga csekély testi hibájával. Tévedés, barát. Nagyon jól ért hozzá. Átfogó, alapos módon ért hozzá. Érdemes szerelmi ügyekben kikírni a tanácsát. Na, adjuk csipolát, adjuk ki egészen a játékból. És gondoljunk csupán Szilvésztrára. A te elragadó Szilvésztrád. És oda! Halmi kukorékoló kakas helyez föléved! Föléved egy ilyen elragadó és megnyerő ifjú fölé! Ez lehetetlen. Ezt mi jobban tudjuk már, mint Csipola és a kislány. Hát ott egészen az ő helyébe képzelem magam. És választanom kell egy ilyen szutykos fajankó, egy ilyen tengeri kesség, egy ilyen tengeri malac. És egy Mário, egy szervietta lovak között, aki fürgén frissítőket szolgál fel külföldieknek, és engem forró, igaz érzéssel szeret. Esküszöm szívemnek nem nehéz a választ. Esküszöm neki adtam szívemet pirulva réges-régen. Ideje, hogy láss és megismerj Mário. Ideje, hogy láss és megismerj, Mário, szívem választatja, Mário. Ki vagyok én? Szilveszter, csókolj meg, hidd, hogy szabad, szeretlek, csókolj.
torreti venerei üdülésünknek még az emléke is rossz ízű maradt. Bosszúság, izgalom, feszültség remegett kezdettől fogva a levegőben, és végül megtörtént a kirobbanás ezzel a borzalmas csipollával. Hogy a rettentő végkifejlésnél, mely utólag úgy érezzük, eleve elrendeltetett és a dolgok lényegében rejlett, míg a gyerekeknek is részt kellett venniük, önmagában is szomorú, és kizárólag ennek a különös embernek a csaló ámítása ludas benne. Hál' Istennek a gyerekek nem értették meg, hol végződött a komédia és hol kezdődött a szerencsétlenség, és abban a hitben maradtak, hogy mindez csak játék volt. Vége az előadásnak, igen, ez volt a vég, a rettenetes vég, a szörnyű, végzetes befejezés. És felszabadító vég mégis. Nem tehetek róla, így érzem. És így is fogom érezni mindig.